látogatás, akkor le Tudrié beszél. Influenzás a tanácsos úr. Jobbulást kívánok neki. Haló, igen. Szervusz, Colette. Te is beteg vagy. Ja Isten, gyógyulj meg, drágám. Ezek is mind lemondták. Influenzások. Mert fekszik ágyban az egész város, pont akkor, amikor nekünk házavató ünnepségünk van. Apropó, influenza, hogy van az inas? Lement a láza? Nem, emelkedett. Jaj, és Lucien úr telefonált, hogy... Mi? Lucien, a bátyám is beteg. Jaj, de hogy is csak telefonált, hogy későn érkezik haza, mert a miniszternél van, de nem sokára itthon lesz, és addig a kisasszony kerítsen az inas helyett valami kisegítő pincér. Most, ilyenkor, amikor a vendégek mindjárt itt lesznek. Sőt, Sino úr már itt is van. A nagy izgalomban is felejtettem jelentem. Hová vezette? Vezetni? Hát az nem lehetett, kérem, az betette a lábát a halba, leült egy székre és elaludt. Már megint részeg. Lehet, hogy még mindig. Én még azt nem láttam józanul soha. És hogyha nem tetszik rossz néven venni, akkor én megkérdezném, hogy hogy lehet beengedni úriházba egy ilyen részeges alakot? Mári, drágám, maga ezt nem értheti. Sino úr a bátyám egyik legjobb barátja és üzletfele. 25 milliója van és egyetlen hibája, hogy iszik. És részegen azt kívánja, hogy fektessék le egy jó, sötét szobába. Magyar, rendben van a sötét kamra, ahol a bátyám a fényképeket szokta előhívni? Igenis. Na, akkor oda fogjuk fektetni. Jó. Most rögtön? Nem, majd a felébredt. Addig maga fogja azokat a virágokat és díszítse fel az asztal. Szálló központ, kérem a Ritzálót. Parováljon a rózsákat, hagyja itt azokat, majd én teszem vázába. Halló? Ritzálló? Jó estét kívánok. Itt Lucien Duvrier vállalkozónak. Tessék? Igen, Colette Duvrier beszél. Kérem, nekünk szükségünk lenne egy kisegítő inasra, mert a mi inasunk torka bedagadt és... Micsoda? Maguknál is influenza, sajnálom. Jobbulást kívánok a személyzetnek. Maga kicsoda? Én kérem tiszteletre az ablaktisztító vállalattól. Most? Ilyenkor? Igen, kérem, én utasítást kaptam. Egy roppant szigorú utasítást, hogy még ma végezzek ezzel a házzal. Álló közben. Akármeddig tart is. Kérem, kapcsolja nekem az Excelsior. Hát csak az egy sarok abban a házban. Mert nekünk ma este itt vendégeink lesznek. Meg vagyok én egy perc alatt. Halló, halló, Excelsior? Igen, jó estét kívánok, kérem, itt Lucien Duvrier vállalkozása, vállalkozó lakása, bocsánat, igen, kérem, mert szükségünk lenne egy kisegítő inasra is. Micsoda? Maguknál is influenza? Megőrülök! Ne ötödj ebbe! Azért nem kell itt kiabálni! Mi történt? Én nem tudom, csak ez a vödör, ez valahogy felborult, és valahogy valakinek a fejére esett, ami aránylag szerencse. Micsoda? Hát, hogy csak a víz meg a rongy. Épp úgy esetett volna vödör is. Azért mondom, hogy szerencse. Ahhoz képest, amik velem történni szoktak. Miért? Mik szoktak magával történni? Talán inkább ne részletezzük. Annyi talán elég, hogyha azt elárulom, hogy engem városszerte ismernek. Csak nem a polgármester. Víz. Tán a vatikáni követ? Víz. Akkor az állami ítélet végrehajtó. Az a hóhé? Akkor víz. Csak nem a... Fekete Péter. Tűz, kérem. Én vagyok a világ legpekhesebb embere. Már megint! Már nincs nálam semmit! Tudja, hogy magáról kuplét is írni. És éneklik szerte a városban. Ja Istenem, hogy kezdődik? Hogy is kezdődik? Énekelje! Kérem, énekelje! Így tetszik kérni? Igen, énekel. Én vagyok én, eszülten néztelen, boldog lámulat, és a pekhem sajnos végtelen. Elmervad a fű a két lábam alatt, és fenn a fát az dalolják az összes marha. A fekete Péter öcsém, de kis hügye fogyok, mi a szerencse malac, tűnni sose fogod, kinek a jobb keze hal, jót sose hal, él, mint a parton a hal. Most szekerén, velem vagy szekeres, meg vagyok írva, hogy tépsz, azt sose keres, legyen az gesztenye szín, barna veres, nőt soha meg ne szeres. Megzavarodik a kezemben a víz, s ha kártyában bevágok, ötre lesz belőle tíz.
másnak a sok nő, mint karjaiba hull. Ha én bevágok, öt nő közé lesz belőle. Te, Péter öcsém, te kis pingye fogyod. Ja, szerencse malac, Ülit sose fogod. Kinek a jobb keze van, nyújt sose hal, s él, mint a parton a hal. A gyors szekerén, te nem vagy szekeres, meg vagyok írva, vész, az te sose keres, legyen az gesztenye szín, barna veres, nem soha meg ne szeres. Ja, Isten! Mondja! Igen? Nincsenek egy harmadik strófája is. De van! A szerelemről ezt nem akarom elénekelni. Miért? Mert félek, hogy elsírom magam. Annyira szomorú? Nem. Olyan disznó. Szégyellem, hogy rólam írták. Énekelje. Nem fog a kisasszony elpirulni? Á, hát nem? Úgy se értem. Te, Péter, öcsém, te, a szerencse malac. Jót sosem, én, mint a parton a hal. A Duna gyors szekerén, meg vagyok írva. Legyen az gesztenye szín, barna veled, őt soha meg ne szeress. Ja, nem tört össze. De, összetör. Elfelejtettem előre bocsájtani, hogy engem nem az sújt le annyira, hogy én magam szerencsétlen vagyok, hanem szerencsétlenséget hozok mindenkire, akinek az útjába kerülök. Ugyan, hát kire hozott magam már szerencsétlenséget? Hát azt tessék, megkérdezi, kire nem. Szabad itt leülnöm egy hát picit? Persze, tessék. Köszönöm szépen. Nos, alig, hogy ifjú zsengekoromban beiratkoztam az egyetemre, a rektor felesége megszökött, a dékán kitörte a lábát, én pedig az első alapvizsgámon elbuktattam a tanáromat. Maga elbuktatta a tanár? Igen. Ott ültem az első padban. A tanár ott sétált előttem. Picikét kinyújtottam a lábam, boing, hasra esett. Engem meg kiröhögték az egyetemről így. Elmentem egy bankba tisztviselőnek. A bank két hét alatt megbukott. Nem volt állásom. Elmentem az állatkertbe vadőrnek. És? Megszöktek az oroszlánok? De.